90. augusztus 1-én kezdtem dolgozni ápolónőként, tehát idén lesz 31 éves munkaviszonyom, és mindig betegágy mellett dolgoztam. '2007. januárban kezdtem dolgozni a Szociális Központ Kadarka utcai részlegébe, akkor még 3 műszakban. 2010. október 1-től megbízott részlegvezetőként dolgozok. Ezt a munkakört egy picit félve vállaltam el, hiszen nagyon sokrétű. Ebben a munkában azt szeretjük, amit kapunk, hiszen ez egy nehéz feladat, mentálisan is és fizikálisan sem könnyű feladat, hiszen ide ugye a mi feladatunk akkor kezdődik, amikor egy idős ember beköltözik. Itt szükség van a segítő beszélgetésekre, hogy minél előbb be tudjanak szokni az intézménybe, akit nem látogatnak. Nekik gyakorlatilag csak mi vagyunk. Akik erre a pályára térnek, első körben empátia, ami nagyon fontos. Aztán fontos a szakmai felkészültség, hiszen azért egészségügyi ellátás is van, szakápolási feladatokat is el kell látni. Én azt gondolom, hogy az empátia az alapjáraton bennünk van, de nyilván, hogy fejlődik is. Nagyon meglepett a díj, és itt szeretném is megköszönni az intézményvezetőnknek, illetve szeretném megköszönni a kollégáimnak is a támogatást, hiszen ez valódi csapatmunka, itt egyikünk a másik nélkül nem boldogul.